Egy hosszú út van mögöttünk, sajnos ugye a FIBA Eurocupban már nem tudunk tovább jutni, vagy nagy valószínűséggel nem fogunk tudni tovább jutni. Ettől függetlenül ez egy jó sorozat volt szerintem. Tudtunk belőle tanulni, úgyhogy a csapatnak a hasznára volt szerintem ez a négy mérkőzés. És ugye most ugye a magyar bajnokság folytatódik, itt egy újabb, szerintem nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk. A Kaposvár ugye egy kellemetlen csapat szerintem, jó külföldi játékosokkal rendelkeznek, ugye múlt héten cseréltek irányítót, ami az ETL-en kifejezetten jól süt el nekik, ugye azt hiszem 27 ponttal mutatkozott be az új légiósok, úgyhogy biztos, hogy motiváltan fognak idejönni. Nyilván valószínűleg arra fognak számítani, hogy azért mi fáradtabbak leszünk itt a hosszú utazás során, de úgy érzem, hogy a csapat készen áll egy újabb nehéz mérkőzésre. Pont ezt akartam kérdezni, a fizikalitását a dolognak, hogy áll a csapat erővel, hogy érzed? Szerintem rendben vagyunk. Nyilván azért egy-két mérkőzésen lehet látni, vagy lehetett látni szerintem, hogy azért vett ki belülünk ez a kettős terhelés. Nyilván még nagyon a szezon elején járunk, úgyhogy olyan hatalmas fáradtságot én nem látok a csapaton, tehát abszolút rendben vagyunk. Nyilván mérkőzésen belül akadnak hullámvölgyek, ami fogható a fáradtságra, de ettől függetlenül én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Hazai pályán mindenképpen szeretnénk megőrizni a veretlenségünket. Mondom, nehéz mérkőzés ez, azért Kaposvár egy jó erőbe álló csapat, vannak, ahogy mondtam, jó külföldi játékosok, magyar fiatal játékosok, úgyhogy szerintem egy kifejezetten jó edzővel vannak, ugye a Váradi Kornél személyében, aki biztos, hogy minden apró részletre oda fog figyelni, és tényleg felkészíti a csapatát megfelelően. Tehát hazai pályán nekünk meg kell őrizni a veretlenségünket. Ahogy eddig minden mérkőzésen tényleg keményen, jó kevére kezdünk, minél gyorsabban támadni, ugye, ami a csapatra jellemző. Hogyha ez egy jó dobóforma fog párosulni, akkor szerintem abszolút lehet esélyünk a holnapi győzelemre.